Üdv mindenkinek! Vettem egy olcsó kínai kaszát, amint látható. Meg vettem hozzá egy sövényvágó adaptert is. Itt van egy ilyen 3 méter magas orgona sövény, hát ezt kell lenyírni rendszeresen időközönként. Hát korábban vídiás tárcsával csináltam, de hát ugye ezek a kínai vídiás tárcsák, ezek olyan vídiam van rajtuk, hogy néhány ilyen orgona sövénynyírástól kimegy az éle, úgyhogy nem vagdalom a földbe, meg ilyesmi. Ez 42 000 forint ingyenes házhozszállítással egy ilyen. Elvileg átment egy ilyen 80 órás élettartam teszten, tehát rá is van írva, hogy long life. Tehát állítólag, elvileg ebből volt olyan példány, ami 80 órát kibírt meghibásodás nélkül, és akkor egy ilyen tesztet túlélt. 45 000 forintos verziója az olyan, hogy ahhoz adnak egy vídiás, hát egy ilyen kínai vídiás tárcsát, nem 42 000, hanem 45 000, ugye ajándéktárcsa, de hát nem ingyen van. Én azt vásároltam meg. Adnak hozzá egy 3 ágú kínai kést, meg egy damírfejed feltöltve damillal. Ezért plusz 3000 forintért pedig ezt a vídiás fűrésztárcsát adják hozzá, ami gondolom olyan, mint a többi, amit idáig használtam. Tehát nem sokat bírnak ezek, úgyhogy hát nem vagdaltam a földbe, meg semmi. Orgona sövénybe kimegy a vídia élete. Tehát nem tudom, milyen vídia, de... De most kipróbáltam a sövénynyíró adaptert, és egyelőre nagyon jók volt a tapasztalatok. Itt látható ez a Denzel kasza. Hengertap tömítésnél már egy kis trutymó kiszivárog belőle, ami látható, rá is csöpög a tankra, mert egy tank benzinen túl van a gép. Full szintetikus olajjal megy. 1.40-be. Itt a sövényvágó adapter látható. A frankó zsírozható, tehát ugye van benne 4 darab fogaskerék, ugye. Egy fordulatszám csökkentő áttétellel. Hát ugye ezt azért megolajzom minden komolyabb használat előtt. Ilyet is lehet venni. Ez szerintem megéri az árat. Tehát tényleg erre a 3 méteres orgona sövényre erre kurva jó bevált. Ugye a Dolmár kasza már 18 éve megy. Megevett idáig 150 liter benzint úgy nagyjából. Hát ezt nem hiszem, hogy 18 évet ki fog bírni, tehát így nem is nincsenek illúzióim. Tehát a szomszéd is ilyen kínai kaszákat használ, és ő 3 évente vesz egy jóját. Tehát ennyi, tehát ennyit bír nála, nem javítgatja. Én azért vettem hozzá hengerszettet, meg 2 szöghajtást, meg ezt a sövényvágó adaptert, meg pár cuccot, tehát én azért majd megjavítom, hogyha valami éri. De inkább ilyen kisegítő cuccnak vettem ezt, hogyha a Dolmár kifingana, vagy valami történne, azért kicsit azért ez bonyolultabb szerelni mindegy ilyet, meg nehezebb beszerezni hozzá az alkatrészeket, akkor legyen, ami van helyette, egy ilyen tartalék, egy ilyen olcsó kasza. Mégis ez a sövényvágó adapterhez rájöttem, hogy teljesen fölösleges volt az 52 köbcenti, mert az 1,45 kW, tehát ehhez bőven elég egy 32 köbcentis kasza, én szerintem. Tehát ez mint a üresbe menne, tehát ez semmi terhelés nem érez a gép. Félgázon is pörög vele mind az állat, tehát így mindegy neki, hogy nyirok vele, vagy a levegőt vagdalom, tehát ez nem jelent egy túl nagy terhelést a kaszának. De mondjuk a kuplungnak se, tehát az se nagyon. Nincs rajta egy nagy tehetetlenségi nyomatékú valami, tehát egy kés vagy fűrésztárcsa, aminél azért jó sokáig darálja a kuplungot. Itt ilyen nincs, tehát ez azonnal indul. Na hát köszönöm akkor a figyelmet. Ezt az olcsó kínai kaszát mutattam itt be, hogy ilyen is létezik. Hát nem mondom rá, hogy jó, tehát annyi tapasztalatom nincsen. Tehát első indításnál egy ilyen műanyag lemez, ami a hőtől védte, a kipufogó hőtől a tankot, az így azonnal kihullott belőle. Visszatettem, beleforrasztottam akkor is, tehát
tengertalp tömítésnél ugye szivárog a kegymó belőle, tehát ott nem tökéletes a tömítés. Ez már egy nem túl szimpatikus dolog. Hát ennyi, ilyet kapsz, tehát ez ilyen. A viszontlátásra minden jót.